sokat szoktál vezetni és egész nap használod a telefonod, akkor ez a videó neked szól. Kicsit más, mint a többi, mert ma mutatok néhány eszközt, ami sokban megkönnyíti mind a vezetést és a telefonálást is. Mindez pedig egy baromi jó áron, úgyhogy mindenképp nézd végig a videót, mert 4 király terméket hoztam. Kezdjük el, de előtte intro. Kezdjük ott, hogy ugye valamin beszélnünk is kell, és erre egy nagyon jó árérték arányú megoldás a Soundcore Liberty 3 Pro. Az Anker minden funkciót is megpróbált beépíteni, mindezt egy versenyképes áron ebbe a fülhallgatóba. Bluetooth multipoint támogatás, testre szabható hangprofilok, EQ és még zajszűrés is. Már az unboxing alatt is azt mutatja, hogy prémium szintet céloztak meg. A dobozban több méretű füldugót is találunk, egy kis szárnyakat, a tok szerintem dizájnos, és a mágnes baromi jól működik, és persze tartalmazza maga a doboz a fülhallgatókat, és egyben töltő tokként is funkcionál. A fülhallgatók stabilan illeszkednek a fülbe, bár egy fokkal nagyobb méretűek a szárnyai miatt, így például oldalfekve nem igazán kényelmes, de simán a napi használat és vezetés mellett kényelmes tényleg egész nap. És IPX4 vízállósági minősítést is kaptak, ugye van benne aktív zajszűrés, és ezért szerintem például edzésre vagy bármilyen környezetben teljesen ideális tud lenni. Habár a zajszűrés nem a legjobb, amit találhatsz, de azért megfelelően teljesít. Ahogyan a mikrofon minősége is tökéletesen megfelelő a hívások lebonyolításához, szinte minden környezetben. Amiben viszont a Liberty 3 Pro kiemelkedik, az maga a testre szabhatósága és a vezérlés különböző gesztusok beállításával, beleértve hogy tapintasz egyet, 1 másodpercig lentart, 2 másodpercig lentartod, és mind a két fülhallgatót más és más műveleteket is rendelhetsz akár hozzájuk. Szóval, ha ki szeretnéd maxolni, akkor mindenképpen tölts le a hozzávaló alkalmazást. A Hear ID hangtest segítségével testre tudod szabni a te saját hangprofilodat, vagy te is létrehozhatsz. A Liberty 3 Pro 50 000 forintba kerül. Te mit gondolsz? Milyen fülhallgatót használsz? Kérlek írd meg kommentbe és kezdjünk el beszélgetni. Most pedig térjünk át az Anker PowerWave Mag Go-ra, ami egy autós telefon tartó, és végre minden elvárásomnak megfelel. A PowerWave Mag Go-val nem csak egy biztonságos tartót, hanem egy vezeték nélküli töltőt is kapunk. Kapunk hozzá 2 portos USB autós töltőt, 1,5 méteres USB-C, USB-A kábel és különböző rögzítőket. Az ultra erős és precíz mágnes tuti biztosítja, hogy az iPhone-on biztonságban a helyén marad, és nagyon jól lehet állítani, forgatni a szögét, tehát tényleg testre tudjuk szabni, és a legjobb dolog amúgy az ára 30 000 forint. Nagyon imádom. Ha te is így vagy vele, kérlek mutasd meg azzal, hogy te nyomod a like gombot. Végül, de nem utolsó sorban, amiről az Anker híres lett, a hordozható töltők és kábelek. Én a PowerCore 3 Sense 10K vagy 10K-t használom, amely 10 000 mAh-es kapacitású gyors töltő, 2 darab 12 wattos és 1 darab 20 wattos, az pedig USB-C-s töltővel rendelkezik, mindennel kompatibilis, tehát iPhone, iPad, és még a MacBookomat is tudom tölteni, és nem csak az ilyen napi szintű dolgaimmal, hanem magammal viszem, hogyha utazok vagy forgatok. Amúgy a kábelnek mellé még választottam egy Powerline Select Plus-t is, és a PowerCore 3 Sense 10K 15 000 forintba kerül. A videóban említett kombó szerintem rengeteget tud könnyíteni a mindennapi életünkön, és a legjobb része, hogyha mindezt összekombináljuk, kevesebb mint 100 000 forintért be is tudjuk szerezni. Amúgy, ha már említettem a MacBookomat, és nem láttad még, teszteltem az új M2 Max-ot, úgyhogy ha gondolod, azt itt meg tudod nézni, hogy van egy iPhone 14-ről egy kamera tesztem is, hogyha azt nem láttad, ide kattintva megnézheted. Lájkolj, iratkozz fel a csengővel együtt, még rengeteg tartalmam jön, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, remélem, hogy találkozunk egy következő videóban, mondjuk ezekben. Klik! Szia! Sziasztok!